Πότε λοιπόν, ελισμένο Φιαμπονάρη, που για αυτό θα λέγουμε στο Σαμόνιο, ότι ολέκονται τα πάντα. Και αγισέντος, ότι τα ρούχα ξεχνέμεζε το κόρναγης, και το μήμα για αντίκιο, για αυτά τα τελευταία. Άρα λοιπόν, δεν πήγε το άλλο. Και για το κόρτα, είστε μία οδόμος κόκκες. Όριαση, εσχάγια εδώ το κοντά άτομα, ερηγαπών. Μα τα μάσικο όμως και πιο ζεπέρα στο παράρτο, όταν σου μειγνύνται εκεί. Μην történik, akkor, ha valaki kirabol másokat. Utolsó figyelmeztetés, most még csak papír, jövő héten, hát lehet, hogy ez az összes ablak be fog törni. Egy féltégla, vagy egy kalapács, bőven megteszi. Ez az a bank, amelyik nem csak a devizahitellel, hanem a forint hitellel is átverte az ügyfeleit, és ma kilakoltatja őket a házaikból. Ez az a bank, amelyik a legbűnösebb Magyarországon a magyarság elszegényítésének tárgyában. Ez az a bank, amelyiknek a vendégazgatóját sűrűzőrakat tartottak, hogy közönsére az lábúl. Azt jelentik, hova még a bank? Nincs már nyitva, ezek nem vártak meg minket. Hova 13.30-ig volt csak nyitva? Hát, végén! Ezek nagyon nagyorak, már azon ennek mindentől volt. Hát persze, annyira kirabolták az embereket, megtehetik, hogy félkettőből abba hagyták a munkát. Most már csak külsőnek, most már csak azt, hogy elvettek egy csalással, azt akarnak próbálták. Ne fitessültetik, ne fitessültetik a vonalásra és az ötletre. Nem fitessültek előttük a pénzét, szemben nem akarnak számon töltük el. Akkor féltégla és kalapács. Valószínűleg nem lesz ennyire ellenálló a doblat, valószínűleg sokkal hamarabb megadja magát, onnan fog zúzódni, és vajon akkor milyen több hendiek lesznek ezek tovább. Amikor látják majd, hogy országszerte zúzódnak be az ablakok, országszerte aktivisták kimondják, hogy elég volt. Kíváncsi leszek az arcukra, egy szót megszólhatnak, hiszen holnap a korra figyelmeztetjük erre őket. Ez volt az utolsó figyelmeztetés. Egyetlenek ki. Na jó van, ezeknek sem kell énekelnünk, mert nincsenek itt, akkor meg megkoptassuk a hangunkat. Én azt gondolom, álljunk be, és menjünk a következő bocsakhoz, hiszen vannak még kortársaink bőven, de adjuk ki őket, hagyassák az emberek mindenfelé, hogy amikor a magyar nép azt mondja, hogy elég volt, akkor elég volt.